Tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagjait, jegyzőasszonyt, agyjegyzőasszonyt, a megjelent tisztelt győrőbeáti lakosokat és mindazokat, akik a tévéképernyőjén keresztül fogják végigkísérni a településünknek a testületi ülését. Megállapítom, hogy a megválasztott 9 fő képviselőből 6 jelen van, 3 jelezte, hogy nem tud érkezni. A testületi ülést határozatképesnek nyilvánítom és megnyitom. A jegyzőkönyv hitelesítőjének javasolnám Horváthné Csola Ágnest és Németh Károlyrat, hogyha elvállalják, akkor aki Horváthné Csola Ágnest, akkor készfett köszönöm, aki Németh Károlyrat, köszönöm szépen. A napirendi pontok meghívóval és az előterjesztésekkel együtt megküldése kerültek a képviselőtestület tagjainak a részére. Van-e a napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés vagy javaslat? Akiben nincs, tehát aki a napirendi pontok elfogadja, kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. A napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok közé tartozik az ismertetés, amelyre átadom a szót jegyzőasszonyunknak. Köszönöm szépen a szó, polgármester úr. A képviselőtestület az elmúlt ülésén döntött a bölcsöde, illetve az óvoda nyári zárvatartásáról. A határozat szerinti tájékoztatást az intézményvezetők megtették a szülők irányába. Szintén ezen az ülésen fogadott el a képviselőtestület több rendeletet is. Ezeknek a publikálása a Nemzeti Jogszabálytár felületén szintén megtörtént. A hatályos állapotokat ezen a felületen megtekinthetik. A képviselőtestület 15 millió forintot különített el az iskola udvarának felújítására. Ezen munkálatok jövő héten kezdődnek. Polgármester úr, Rácz György és Németh Károly képviselő urak, Gár Gabriella igazgatóasszony és a szülői munkaközösség vezetőségének az irányításával. Az elmúlt testületi ülés óta a Szociális Bizottság nem tartott ülést. Polgármesteri hatáskörben 2 fő részére temetési segély megállapítása történt 20 000 forint fő per összegben. Ezen kívül egyéb intézkedés nem történt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Megkezdenénk a napirendi pontoknak a tárgyalását. Az első tájékoztatás a Győr-Moson-Sopron megyei katasztrófa védelmi igazgatóság tevékenységéről, továbbá a település 2023 évi közrendjéről, közbiztonságáról. Szintén átadnám a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A katasztrófa védelmi igazgatóság győri katasztrófa védelmi kirendeltsége, valamint győrvárosi rendőrkapitányság a tájékoztatása történő felkérésnek eleget téve eljuttatta részletes írásos anyagát az önkormányzatunk részére. Ezt megküldtük a tisztelt képviselőtestületnek is. Ezúton kérem, hogy a beszámolók áttekintését követően a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, amelyben nincs, az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Győr-Újbarát község önkormányzat képviselőtestülete, a Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság 2023 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. A rendőrség részéről körzeti megbízott úr itt van. Megkérdezném, hogy van-e neki valami hozzáfűzni valahogy még a beszámolóhoz? Nincsen. Akkor azt is meg... Minden. Jó, köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése? Meg szeretném köszönni a munkájukat, mert egész évben áldozatosan és tényleg rendszeresen itt vannak nálunk. Igaz, keveset tartózkodnak a település területén, de reméljük majd erre egyszer jobban sor kerül. De köszönjük szépen, hogy vigyáztok ránk. Hát az előttem szóló tulajdonképpen elmondta már. Én csak annyit mondanék valóban a köszönet szavai mellett, hogy a javaslatokat majd fogja is látni, Tamás, be is építettük már egy részét. Köszönjük szépen. Megköszönjük. Valóban úgy, ahogy a Ági mondta, elég keveset tartózkodtok itt, de nem azért, mert keveset dolgoztok, hanem azért, mert nagyon sokszor benn kell lenni Győrbe. Ha bármilyen rendőrségi konferencián, fórumon részt veszünk, mindig elmondom, hogy szeretném, ha a körzeti rendőreink többet lehetnének itt. De nem csak én, mint Győr-Újbár polgármestere, hanem minden település polgármestereinek az a nézete, hogy a körzeti rendőröknek többet kellene a településünkön foglalkozni és részt venni. Ha magába, ha csak látják őket, már akkor szerintem előbbre lennénk. Úgyhogy köszönöm én is szépen a munkátokat. A
akkor az alábbi határozati javaslatot teszem fel, egy Győrőben átközség önkormányzat képviselő testülete. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrkapitányság 2023 évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. A 9/2022 önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak felülvizsgálata. Az előterjesztésre átadám a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Az intézményi térítési díjakat a fenntartó minden tárgyév április 1-ig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az önköltségszámítást a 2024 évi költségvetési rendeletben elfogadott tervszámokból kiindulva, figyelembe véve a 2023 évi tényadatokat elvégeztük, ezt meg is küldtük a képviselőtestület részére, az előterjesztésben részletesen levezetésre került, és ezek alapján megállapításra került, hogy a rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak változatlanul maradnának, erről kellene egy határozatot hozni a testületnek. Egy módosítás szerepel az előterjesztésben, a bölcsődei gyermekfelügyelet eddigi 600 forint per óra díja 2024 évben emelkedne, és április 1-től 900 forint per óra díjban kerülne megállapításra, ezt a szabad kapacitás terhére lehetséges igénybe venni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést a pénzügyi bizottság tárgyalta. Megkérném Rász György elnök urat, hogy a bizottság álláspontját terjessze el. Köszönöm szépen, a bizottság tárgyalta, és egyhangú 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés vagy hozzászólás, amelyben nincs. Az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Győr-Újbarát község önkormányzatának képviselő testülete a 9/2022 önkormányzati rendeletben megállapított intézményi térítési díjakat 2024 évben változatlanul hagyja. A Győr-Újbarát község önkormányzata képviselő testülete a baráti bölcsödében az időszakos gyermekfelügyelet díját 900 forint per óra árban határozza meg 2024 április 1-től. A szolgáltatás igénybevétele szabad kapacitás terhére lehetséges. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Köszönöm szépen, egyhangú. Következő. A 2023 évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek elszámolása, szintén a jegyzőasszonynak adnám át a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A képviselőtestület az elmúlt év márciusában döntött a Civil Alap 2023 elnevezésű pályázat elbírálásáról és a támogatási összeg meghatározásáról. A civil szervezetekkel kötött támogatási szerződés 4-es pontja értelmében a kedvezményezett 2024. január 31 napjáig számol el a 2023 évi támogatás összegével. A civil szervezetek az önkormányzat felé a kapott támogatás összegéről tételesen elszámoltak határidőig, melyet a jelen előterjesztéshez mellékelten megküldtünk a képviselőtestület részére. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ezt az előterjesztést is tárgyalta a pénzügyi bizottság, szintén átadom elnök úrnak a szót. Köszönöm szépen, a bizottság tárgyalta, áttekintette és elfogadásra javasolja a beszámolókat a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, ezzel kapcsolatosan kérdés vagy hozzászólás. Amennyiben nincs, Győr-Újbarát község önkormányzat képviselő testülete a 2023 évben önkormányzati támogatásban részesülő civil szervezetek elszámolását elfogadja. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Következő. A Civil Alap 2024 elnevezési pályázat elbírálása, szintén a jegyzőasszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen. A képviselőtestület a 2024 évi költségvetésében 12 millió forint összeget különített el a civil szervezetek támogatására. A Civil Alap 2024 elnevezésű pályázati kiírásáról februárban döntött a képviselőtestület, a pályázat benyújtási határideje február 29-e 10 óra volt, és összesen 9 darab pályázat érkezett, ezeket
az előterjesztés mellékleteként megküldtünk a képviselőtestület részére. Köszönöm szépen. Szintén elnök úrnak adom át a szót, a pénzügyi bizottság ezt is tárgyalta. Köszönöm szépen. A bizottság tárgyalta, és egy civil szervezettel a labdarúgókkal kellett külön leülni, de ővelük is sikerült egyességre jutni. Elmondanám a pénzügyi bizottság javaslatát a képviselőtestületnek. Az önkéntes tűzoltó egyesületnek 1 millió forint támogatást adunk, a baráti hagyományozó egyesületnek 400 ezer forintot, a Pince Kultúra Közhasznú Egyesületnek 350 ezer forint, a Győrbáti Sport Egyesületnek 6 millió forint, a Néptánc és Népművészet Egyesületnek 2 millió 600 ezer forint, az IJÁSZ és Lovasport Egyesületnek 200 ezer forint, a Turinyi Flójár Baráti Társaságnak 500 ezer forint, a Baráti Vadásztársaságnak 200 ezer forint, és a Győri Evangélikus Egyház Közösségnek pedig 300 ezer forint támogatást javasol a pénzügyi bizottság. Így összesen 11 millió 550 ezer forint támogatást ítéltünk oda, és 450 ezer forintunk maradt tartalékban, hogy esetleg valakinek még mondja lesz. A bizottság ezt a javaslatot 5-1 hangú szavazattal elfogadásra hasonlja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan valakinek kérdése, amelyben nincs, akkor a Győrőd Barát Község Önkormányzatának képviselőtestülete a 2024 évben a költségvetésről szóló 2/2024 önkormányzati rendeletben meghatározott civil alappályázat 12 millió forint elkülönített összeg felosztásáról az egyeszámú melléklet szerint döntött. Felkéri a polgármestert a nyertes civil szervezetekkel történő támogatási szerződések megkötésére. Az egyes számú melléklet, amit az elnök úr felsorolt, az szerint lett a civil szervezeteknek szétosztva. Aki ezzel egyetért, az kérem késfeltartásra szavazzon most. 6-1 hangú. Köszönöm szépen. Következő 2024 évi közbeszerzési terv elfogadása. Átadnám a szót szintén a jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A munkatervben is szerepel ez a napirendi pont, jogszabályi kötelezettségnek a közbeszerzésekről szóló törvénynek kell eleget tenni. Ebben meghatározásra kerül, hogy az önkormányzatoknak március 31 napjáig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A testület az elmúlt évben 2 közbeszerzési eljárás megindításáról döntött, ebből az egyik már lezárult. A másik szerepel ebben a közbeszerzési tervben, amely szintén a belterületi útburkolatok felújítását tartalmazza. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést is tárgyalta a pénzügyi bizottság. Szintén megkérném az elnök urat, hogy tájékoztasson az álláspontjukról. Köszönöm szépen. A bizottság 5-1 hangú igennel elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a közbeszerzési tervet. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés, hozzászólás. Győrőbeát Község Önkormányzata képviselőtestülete. A 2024 évre vonatkozó közbeszerzési tervet jelen határozat egyes számú mellékletét képező tartalom szerint elfogadja. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Köszönöm szépen. Egy hangú. Következő. Győrű Baráti Pittypang óvoda és konyha 2024-2025 tanévben beiratkozás rendjének meghatározása. Szintén átadnám a szót jegyzőasszonynak. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, továbbá az óvodai általános felvételi időpontról. Az ehhez kapcsolódó EMI rendelet szerint az óvodai beiratkozásra tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. Az önkormányzat által fenntartott Győrőd Baráti Pittypang óvoda és konyha intézmény vezetője eljuttatta a javaslatát, amely szerint 2024. április 22-én 8 és 18 óra között, illetve április 23-án 8 és 16 óra között lenne a beiratkozás a Liszt Ferenc utcai épületben. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést is tárgyalta a pénzügyi bizottság, szintén az elnök úrnak adom át a szót. Köszönöm, a bizottság egyhangulag elfogadásra javasolja az előterjesztést. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés, amennyiben nincs. Győrőd Barát Község Önkormányzat képviselőtestülete köznevelésről szóló 2011 évi 190-es törvény 83-as paragrafus 2-es bekezdés B pontja alapján az alábbi határozatot hozta.
Győrűbeláté Pittypangóvoda és Konyha intézményben történelmi beiratkozás időpontját 2024. április 22. napon 8 órától 18 óra közt, valamint 2024. április 23-án 8 órától 16 óra közti időszakra jóvá hagyja. A beiratkozás helye Győrűbeláté Pittypangóvoda és Konyha székhelye Győrűbelát Liszt Ferenc út 26. Felkéri a polgármestert, hogy az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról szóló közlemény közzétételéről gondoskodjon az önkormányzat honlapján és a hivatali hirdetőtábláján. Felkéri a polgármestert, hogy a képviselőtestület döntéséről haladéktalanul értesítse az intézmény vezetőjét. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfeltartásra szavazzon most. Ott egyhangú, köszönöm szépen. Döntés előirányzat módosításról szintén a jegyzőasszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A 2024 évi költségvetésben a művelődési ház szakmai szolgáltatások előirányzatának az összege 8 millió forint. Tavaly évben megrendezésre került a hagyományőrző kézműves tábor, amely nagyon népszerű volt, és a munkaértekezlet alapján 1 millió forint összegű előirányzat átcsoportosítást kezdeményezi a képviselőtestület a hagyományőrző kézműves tábor programjainak színvonalas megszervezése érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést is tárgyalta a pénzügyi bizottság, szintén az elnök úrjához. Köszönöm szépen, a bizottság 5 egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás, amennyiben nincs. Győrűbelát község önkormányzatának képviselőtestülete támogatta a hagyományőrző kézműves tábor megszervezését és annak fedezetét az önkormányzat 2024 évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület az önkormányzat 2024 évi költségvetésében a Művelődési Ház szakmai szolgáltatások K336 rovaton tervezett 8 millió forint előirányzatát megemeli 1 millió forint összeggel az általános tartalék terhére. A képviselőtestület felkéri a jegyzőt, hogy a 2024 évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére a fentiek alapján. Kérem, aki ezzel egyetért, az kézfeltartásra szavazzon most. Egy hangú, köszönöm szépen. Döntés egyszerű beszerzési eljárások megindításáról, szintén az elnök, vagy a jegyzőasszonynak adom át a szót. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A képviselőtestület az elmúlt munkaértekezletén meghatározta azokat a beruházásokat, amelyekkel kapcsolatosan egyszerű beszerzési eljárás megindítása szükséges. A beszerzési szabályzat alapján a 8 millió forint fölötti, de közbeszerzési értékhatárt el nem érő becsült beszerzés esetén egyszerű beszerzési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlatok értékelését a bíráló bizottság fogja elvégezni, és a beszerzési eljárásban a döntéshozó majd a képviselőtestület lesz. Ezek alapján egyrészt beszerzési eljárás indulna térfigyelő kamerák beszerzésére, a főút bevezető részére egy darab, Petőfi utca és a Csárdasor kereszteződéséhez egy darab, István utca bevezető részéhez egy darab, a Széchenyi körút bevezető részéhez szintén egy darab, illetve a körforgalomba pedig 4 darab térfigyelő kamera kerülne elhelyezésre. A képviselőtestület a Győrújbarát István utca 74 szám alatti volt gyerekorvosi rendelő ingatlan felújítását határozza el. Továbbá az István utca 72 szám alatti ingatlanon 30 négyzetméter alapterületű mobil garázs elhelyezését támogatja, illetve az Óvoda utca 26 szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanban található egyes lakás belső felújítási munkáira indítana egyszerű beszerzési eljárást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ezt az előterjesztést is megtárgyalta a pénzügyi bizottság. Elnök úrnak adnám át a szót. Köszönöm szépen, a bizottság tárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a képviselőtestületnek. Köszönöm. Ezzel kapcsolatosan kérdés. Amelyben nincs, az alábbi határozati javaslatot teszem fel szavazásra.
Győr-Újbarát község önkormányzatának képviselőtestülete a közlekedés biztonságának javítása érdekében a település bevezető útjaira térfigyelő kamerák elhelyezését határozta el. A képviselőtestület a főút bevezető részére egy darab, a Petőfi utca és Csárdasor kereszteződéséhez egy darab, az István utca bevezető részéhez egy darab, a Széchenyi körút bevezető részéhez egy darab, a Veres Péter utca István utca kereszteződésben található körforgalomba bevezető négy út esetén négy darab térfigyelő kamera elhelyezését támogatja. A képviselőtestület a Győr-Újbarát István utca 74 szám alatti volt orvosi rendelő ingatlan felújításáról ennek keretében az épület külső szigetelési és belső felújítási munkálatainak elvégzéséről és a nyilázárok cseréjéről dönt. A képviselőtestület Győr-Újbarát István utca 72 szám alatti ingatlanon 30 négyzetméter alapterületi mobilgarázs elhelyezését támogatja, mely az önkormányzat alapfeladatainak ellátásához szükséges eszközök elhelyezésére szolgál. A képviselőtestület arról dönt, hogy az Óvoda utca 26 szám alatti önkormányzati tulajdoni ingatlanban található egy lakás belső felújítására, továbbá az udvar térkövezésére, a kerítés építésére kerül sor. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy az első négy pontokban megjelent ügyekben egyszerű beszerzési eljárás keretében három árajánlat bekéréséről gondoskodjon. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a 2024 évi költségvetési rendelet végrehajtása során a fentiekre legyen figyelemmel, és biztosítsa a feladatellátás fedezetét az általános tartalék terhére. Egyetlen egy gondolatot szeretnék csak még hozzátenni, hogy fönn a Csárdasó és a Petőfi út kereszteződésénél van fönn kettő kamera. Azért szeretnénk oda még egyet tenni, mert ami most fönn van, ez a rendszámok leolvasására nem alkalmas. Tehát ha már ennyit beruházunk, akkor lehetőség szerint ott is olyan kamera kerüljön kialakításra és kihelyezése, ami éjszaka is a körzeti rendőreink és a rendőrség munkát tudja segíteni. Tehát nem csak az, hogy megy az autó, hanem azt is, hogy milyen rendszámmal közlekedik. Aki ezekkel egyetért, az kérem készfeltartásra szavazzon most. Egyhangú, köszönöm szépen. Győr-Újbarát község területén hótolás és sikosítás mentesítési munkák címmel indított egyszerű beszerzési eljárást. Szintén a jegyző a szönök adomát, a szót, hogy ismertesse. Köszönöm szépen. Győr-Újbarát község területén a hótolási és sikosságmentesítési munkák tárgyában indított egyszerű beszerzési eljárás keretében az ajánlati felhívás a település honlapján került kihirdetésre. Ezen munkára szóló jelenlegi szerződése az önkormányzatnak március 31-én lejár, ezért esedékes az elkövetkezendő időszakra szóló új sikosságmentesítési szerződés megkötése. A bíráló bizottság egyszerű beszerzési eljárásban kiírt ajánlatok bírálatát elvégezte 2024. március 7-én, egy darab ajánlat határidőben érkezett, és az ajánlati felhívásnak megfelelően került benyújtásra, amelyet a Roncskert BT nyújtotta be. Ajánlati ára, gépkezelő készenléti díja 320 ezer forint per hó, illetve a munkavégzés díja 20 ezer forint per óra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Ezt az előterjesztés szintén tárgyalta a pénzügyi bizottság, átadnám a szót a Lázi Györgyel. Köszönöm szépen, mielőtt ismertetném a bizottság álláspontját, érintettségemet jelzem. Az előterjesztést a pénzügyi bizottság 4 igen és 1 nem szavazott szavazása mellett elfogadást javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. A pénzügyi bizottságnál is, ha nem, az az elnök úrnak az érintettsége nem szavazott, volt. Nem szavazott. Aki annak ehhez kérdése vagy hozzászólása, amennyiben nincs, akkor Győr-Újbarát község önkormányzatának képviselőtestülete megállapítja, hogy egyszerű beszerzési eljárásban a Győr-Újbarát község területén a hótolási és sikosítás mentesítési munkák tárgyában a Roncskert BT 9081 Győr-Újbarát István út 43 adta a legkedvezőbb árajánlatot. A képviselőtestület a Győr-Újbarát község területén a hótolási és sikosságmentesi munkák elvégzését megrendeli a legkedvezőbb árajánlat alapján a Roncskert BT-től, ahol a gépkezelő készenléti díja
nettó 320 ezer forint per hó, a munkavégzés díja nettó 20 ezer forint per óra. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi munkára a szerződést megkösse, a szükséges intézkedéseket megtegye. A képviselőtestület felhívja a jegyzőt, hogy a 2024 évi költségvetési rendelet végrehajtása során a fentiekre legyen figyelemmel, és biztosítsa a feladatellátás fedezetét az általános tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, az kérem készfeltartáshoz szavazzon most. 5 igen, és akkor 1 az értesüléget. Elfogadásra került, köszönöm szépen. A napirendi pontok, a nyilvános ülés napirendi pontjai elfogytak, a napirendek tárgyalását lezárom. Van-e a képviselőknek egyéb hozzászólása? Igen, tessék. Én egy rendezvényre szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét. 14 éve hagyományosan van itt a művelődési házba, vagy kerül megrendezésre a művelődési házba a húsvéti koncert, és idén a Góbé zenekar fog játszani. Szeretettel várnánk mindenkit, minél többen jöjjenek el, biztos, hogy nagyon jól fogják magukat érezni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, tessék. Köszönöm szépen a képviselőasszonynak, hogy megemlítette ezt a koncertet, és rendkívül büszke vagyok rá, hogy 14 éve, nem is gondoltam volna, 14 éven keresztül ezt meg tudom szervezni. Még egy kiegészítést szeretnék tenni hozzá, kettőt pontosabban. Az egyik, hogy lesz egy szegedi banda nevű citara zenekar, szerintem egy fantasztikus zenekar jön, még a Gógé mellett, és ennek a plusz bevételét, ami jelentkezik majd, lesz ennek egy plusz bevétel a támogató jegyekkel, de köszönhetően meg az önkormányzatnak köszönhetően lesz ennek egy plusz bevétel a támogató jegyekből. Én szeretném felújítani a Rábaközi kapunkat, amit 14 éve csináltattam, mint egyesület elnök, tehát én voltam a motorjának az egész dolognak. 2 tonna ez a fa szerkezet, abból 500 kiló a vörösfenyő, és ezt szépen szeretném felújítani, tehát nem kérünk az önkormányzattól segítséget, hanem saját magunk szeretnénk felújítani ezt a Rábaközi kaput, és remélhetőleg bennünket is majd túlél utána már. Köszönöm szépen. Köszönöm még valakinek. A napirendet követően a választópolgárok hozzászólási jogi illeti meg a napirendi pontokkal kapcsolatosan 2 perc időtartamban megkérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése, észrevétele? Nincs. Akkor tájékoztatom a lakosságot, hogy ezen a hétvégén megrendezésre kerül az elektronikai hulladékgyűjtés a tűzoltó szertárnál. A húsvéti programjainkat tiszteltel várjuk lakosainkat, amelyről honlapunkon, Facebook oldalunkon és a baráti hírmondóban tájékozódhatnak. Itt szeretném elmondani, hogy ma este 18:30-kor egy ünnepi műsor lesz itt a Művelődési Házban a március 15-ének a tiszteletére. Ide is mindenkit tisztelettel és szeretettel várunk. A következő munkaterv szerinti testületi ülés 2024. április 11-én 17 órakor kerül sor. A választásnak az időpontját. Elmondod? Okay. Akkor eljegyzi azt, hogy még egy gondolat elég átadom a szót. Köszönöm szépen, polgármester úr. Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a köztársasági elnök által kihirdetése került a választás időpontja, amely 2024. június 9-e. Ezen a napon 2-ös eljárásban a helyi önkormányzati választásokra, illetve az európai parlamenti választásokra is sor kerül. Szeretném kérni a lakosságot, hogy egyrészt a Nemzeti Választási Iroda honlapján, illetve a saját az önkormányzat honlapján is tudnak tájékozódni ezt követően a kérelmek benyújtásáról, illetve minden fontosabb információról. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! A nyilvános ülést 16:30-kor bezárom. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt!